kedves vendégeink, a rendezvény területén fokozott villámtevékenység várható. A programok megtartásra kerülnek, további információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait. Na álljon meg a menet! Először is ő itt Brigi, egy régi jó barát. Másodszor pedig ne szaladjunk ennyire előre. Most egy intrónak kellene következnie, amit egy pár hete már megvágtam, és készen állt ehhez az epizódhoz, de voltam annyira ügyes egyik nap, hogy kitöröltem az összes videó felvételt, ami ahhoz az intróhoz kellett, úgyhogy az teljesen elveszett, ezért most a következőt rögtönöztem nektek. Enjoy! Well, okay, welcome. Hello. Welcome, Tube Nation! Én Dinály vagyok, és ez egy újabb Life Beats epizód lesz. Ez az epizód megint csak egy kicsit ilyen beszédesebbre fog sikeredni, úgyhogy ezért is előre sorry. Most itt azt szeretném nektek elmesélni, hogy mégis miért csinálok én ilyen videókat, miért szeretem ezt nekem, ez miért hobbi, miért szenvedélye, mi a jó benne számomra. Megpróbálom rövidre fogni, úgyhogy tartsatok ki. Szóval igen, videózás, filmkészítés, vlogolás, én számomra szenzációs élmény az, amikor tényleg a zenét ötvözve a videó felvételekkel összefüggő, átlátható, élvezhető projektet tudsz kiadni a kezeid közül. És ezek mindig is nagyon közel álltak hozzám. Egy kis történelem, hogy menjünk vissza, hogy mégis honnan indult nekem ez az egész. Rövid leszek. Igazából már kisebb koromban és általános iskolában, középiskolában, inkább főleg középiskolában foglalkoztam ilyen filmkészítéssel, nagyon amatőr otthoni szinten nyilván, mit tudom én, ami éppen volt otthon, kamera, fényképezőgép és lehetett vele videófelvételeket csinálni, azokat vágtam mindig össze, és mindig ilyen kis hülye, buta, bugyuta otthoni videók sültek ki belőle. Na most én ez annól csináltam egy weboldalt is, és oda töltögettem mindig fel a videóimat, és ezeket tökre élveztem, de hát nyilván képzelhetőleg, hogy ez milyen minőségű volt. Pár hónapja néztem meg, hogy egyáltalán működik még ez a weboldal, amit annól csináltam. Szerencsémre már nem, és vele együtt az összes videó is elveszett, addig jó, amíg ezeket nem látjátok, és én sem. A középiskolás osztályom ezeket látta, és tőlük kaptam feedbacket, és akkor megvolt ennek egy kis vicces, ilyen kis közössége, és ez így jó volt. Oké, pont. Ez utána úgy el is tűnt, egészen addig, nagyjából 6 évvel korábban, 2011-12 környékén, amikor is elkezdett kialakulni ez a baráti társaság, amiről az előző videóban is beszéltem, úgy rengeteg mindent csináltunk, együtt utaztunk, városba bulisztunk, ittunk, poker night-okat rendeztünk, videójátékokat játszottunk, amit el tudtok képzelni, minden volt, és akkor nyilván ezek események alatt mindig készültek egy felvételek, tudjátok, telefonnal, kis gagyi kamerákkal. Volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy na, ebből vágjunk össze valamit, és akkor összevágtam egy kis gagyi, ilyen kis fun videót. Megint megvártam, hogy nagyjából ilyen 3-4 havonta vágtam egy videót, és ezek így egyre kicsit így élvezhetőbbek lettek, számomra is olyan szempontból, hogy szerettem rajtuk dolgozni, aztán nagyobb utazásokat is felvettem, és akkor így szépen teltek a hónapok, az évek, és eljutottam egy olyan pontra, amikor úgy voltam, hogy veszek egy rendes kamerát. Íme a Nikon D5300-as, amit a mai napig használok, nagyjából tavaly év elején, 2017 év elején jutottam el odáig, hogy azt mondtam, hogy na jó, akkor szeretnék ezzel tényleg kicsit sűrűbben, komolyabban foglalkozni, és csináljunk egy ilyen szériát. És íme Big bada boom. Megszületett a Life Beats, nem is tudom, minek nevezem ezt a koncepciót. Milyen vlog, alternatív lifestyle, nem teljesen spontán, néha kicsit megtervezem, de alapvetően a videóimnak mondjuk a 70%-a spontán, és a 30%-a mondjuk meg van tervezve, hogy nagyjából mi a fő koncepció, amin végig akarok haladni, vagy amit körül akarok járni, és akkor nyilván azt kitöltögetem a spontán felvételekkel. Szóval röviden, tényleg, mikor tényleg egy feszesen tök jól összeáll egy videó a felvételekkel, a zenével, mindennel együtt, és esetleg körül is van építve egy sztori, egy mondani való, az szinte érzem az ízét. Tényleg, nekem ez csak tisztán hobbi, szenvedély, és imádok ezzel foglalkozni. Azt hiszem,
Ezzel kapcsolatban talán más nem is akartam mondani. Beszélhetnék még erről órákon át, már csak magamat ismételgetném. A lényeget elmondtam. Én próbálom mindig feel good jelleggel csinálni a videókat, és egyébként ilyen a hangulatom is általában, úgyhogy amit láttok a videón, az nagyjából ténylegesen én is vagyok, szóval ez nem is szerepjáték, ez nem megjátszás, habár nagyon szeretek színészkedni, és néha lehet, hogy kicsit túljátszom magam. Most, hogy már lassan 20 perce folyamatosan csak pofázok, lássuk is, hogy mit hoz nekünk még a mai nap. Cool transition, vagy not so cool transition, whatever! De mielőtt nagyon belemennék, hogy miért is vagyok itt a szigeten, lássunk egy pár hangulatfelvételt, hogy milyen is volt a szigetnek az utolsó napja. Bekerültünk a híd labirintusba. Mindegyikkel ugyanaz van. Erre még szükségem lesz. Területén fokozott villámtevékenység várható. A programok megtartásra kerülnek, további információkért figyeljétek a szervezők tájékoztatásait. Ez jön. Most itt van, és majd itt lesz. Oh-oh, bezony. Úgy körülbelül ezen a ponton döbbentünk rá, hogy mekkora vihar is érkezik felénk a szigetre, de én emiatt nem paráztam, mert tudtam, hogy a koncert, a zenekar itt az A38 sátorban fog fellépni, úgyhogy fedettek voltunk. Na most ez a zenekar a Nothing But Thieves, akiket én imádok, és szerintem szenzációs zenét játszanak. Úgy volt, hogy már tavaly is fellépnek a szigeten, ugyanúgy az utolsó napon léptek volna fel, megvettem a jegyet, itt voltam, és a koncert előtt, sőt nem is koncert előtt, az koncert kezdetekor kiállt a zenekar, és közölték, hogy nem tudnak fellépni, mert az énekest baleset érte. Na most mielőtt nagyon belemennék, hogy mégis mi történt, inkább hallgassuk meg, hogy nekik mi volt a mondani valójuk idén. I can't believe we finally made it. If you tried to see us last year, it was my fault. I had a knife in my eye, so we had to skip. But thank you for coming back to see us if you did come last year. Hát igen, szóval egy kés állt a szemébe. Nem tudom, hogy ez hogy hozta össze, de mindegy. Szóval ezért nem tudtak tavaly fellépni, de egyébként még tavaly ott a színpadon megígérték, hogy jövőre is idén ugyanúgy jönni fognak, és mindenképp fellépnek, úgyhogy megint megvettem egyet, megint eljöttem. Csak miattuk,
remélhetőleg most nem fogják lemondani a koncert előtt 5 perccel. Egyébként Nothing But Thieves, szenzáció zenekar, imádom őket. Szeretem is használni a zenéket videóimhoz is. Szerintem jó lesz. Reméljük. I hope so. Comment.